A rendőrség hajtóvadászatot indított a bostoni maratonon elkövetett merényletek gyanúsítottjai ellen. A tegnap este indított hajsza során tűzharc is kialakult, amelynek következtében egy rendőr és az egyik merénylő is életét vesztette, egy másik rendőr pedig súlyosan megsérült. A másik robbantó el tudott menekülni, ő továbbra is szabadlábon van. A merénylők testvérek voltak, és a hatóságok beszámolója szerint csecsen származásúak, akik évek óta az Egyesült Államokban éltek. Megszólalt a testvérek apja is, ő azt mondta, hogy a még szabadlábon lévő 19 éves fia orvostanhallgató és egy valódi angyal. Tarjányi Péter rendőrségi szakértővel próbálok a hajtóvadászattal párhuzamosan a dolog nyomába eredni. Jó estét kívánok! Mit szól mindenek előtt ahhoz, hogy itt csecsenekről van szó? Mi lehet az oka, hogy csecsenek Bostonban robbantanak, és ártatlan emberek életét oltják ki? Nem hiszem, hogy tudták volna, hogy oroszok vannak a maratonfutók között. Én nem gondolom, tehát nem a maratoni futók között kell ennek az egész támadásnak az indítékait keresni. Van olyan fajta megközelítés, ugye hétfői napon Barack Obama, illetve Putyin elnök több olyan kérdésben egyességre jutott, ami az észak-kaukázusi térséget érintheti, de azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon hajánál fogva előrángatott történet. Hanem akkor mi van a csecsenek akciója? Én azt gondolom, hogy nem szabad még azt mondani, hogy ez csecsen akció először is. Tehát én el tudom képzelni abszolút, hogy ez két testvér valamilyen fajta belső indítatásból elkövetett támadása, de nem lehet kizárni azt sem, hogy egy terrorista sejtről beszélünk. Ilyen szempontból nekem elsődlegesen az nagyon sokat mondana, hogyha a második testvért élve tudnák elfogni. Tehát én azt akkor gondolom, magyarázatot kapnánk. Akkor magyarázatot kapnánk erre az egész történetre. Amit én a legjobban szeretnék megtudni, és azt gondolom, hogy ez az ön igazi szakterülete, hogy hogyan talál meg az FBI egy tűt a szénakazalban. Most mindjárt be fognak játszani a kollégáim, itt van ez a kép, mi már látjuk a plazmán, de azt kérem, hogy adjuk ki teljes képernyőbe ezt a képet. Itt van egy tömeg. Látható, hogy be van karikázva két csoport. Azt mondja meg nekem, hogy ebből a bekarikázott csoportosásból hogyan kezd a rendőrség gyanakodni valakire is. Hihetetlen sok ügynök kezdi el nézegetni a képeket, és nem kimerevített állóképeket néznek, hanem mozgóképeket, tehát a filmeket nézik végig. Ami nagyon-nagyon lényeges, az egyrészt a konkrét robbantás előtti mozgás, illetve az, hogy az a személy hogyan viselkedik a robbanás és a robbanás utáni pillanatokban. De most ugye mit tudtunk? Láttuk azt a képet, ahol iszonyatos 10 méteres füstoszlop felemelkedett a magasba, hallottuk a robbanást, a jajveszékelést, drámai képek voltak. Most utána honnan kezdenek elgyanakodni egyáltalán, hogy miről van szó, kiről van szó? Azt tudtuk meg az első hírekből, hogy egy kukába dobott kukta volt a... Volt a, hogy mondjam, a tárgya ennek a robbantásnak, amiben ilyen vasszegeket helyeztek, és stb. De honnan tudjuk, hogy merre induljunk el? Mondom, tehát amikor a helyszínek érkeznek, egyrészt a sebesültek ellátása mellett azonnal nyomozó csoportok elkezdik összegyűjteni a fényképes dokumentációt, a telefonokról összeszedik a filmfelvételeket, illetve a környező épületeknek a kameráinak az anyagait nézik át. Ezeket összevetik, tehát elkezdik végignézni, és látszódik az, hogy a robbanás pillanatában ki hogyan mozgott, ki az, aki menekül a helyszínről, tehát egyszerűen... Mindenki menekül a helyszínről, nem? Nagyon érdekes, hogy például pont az ifjabbik testvérnek a CNN-en néztem egy híradást, ahol látszódik az ő mozgása, hogy miközben menekülnek az emberek, ő a fal mellett bekanyarodik, szépen nyugodtan sétálva az egyik mellékutcába. Tehát abszolút nem olyan mozgása volt, mint egy menekülő embernek. Egy olyan ember mozgását keltette, aki pontosan tudja, hogy nem lesz több robbanás a helyszínen. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, a tűzszerészek azonnal a helyszínen elkezdik azt kideríteni, hogy konkrétan hol volt a robbanás. Na most egy pillanat, ugye itt látjuk, itt még nézik a futókat. Így van, de ott a táska alul. Ott van a táska alul, de a fiú az valamivel egy kicsit hátrébb áll. Így van. És néz valamerre,
De nekem például, ha most ezt az elméletet követem, amit ön most az előbb elmondott, nekem pont ez a kopasz pasi a gyanús, aki olyan rezenéstelen arccal ott megy a versenyt nézők mögött. Még egyszer mondom, miért nem az a gyanús? Azért nem ő a gyanús, mert miután megvan, hogy hol történt a robbanás, tehát konkrétan az a kuka, azt végignézik, hogy ahhoz a kukához kifért hozzá. Tehát ezekről a fényképfelvételeket, videófelvételeket kielemzik, és ott kiderül, hogy a kuka mellett kik azok, akik elmozogtak. És nyilvánvalóan egyre jobban szűkül a kör, és a tömegből kiderül az, hogy ki az első egy tucatnyi, két tucatnyi ember, aki gyanús lehet, és utána ez szépen leszűkül, és mint ahogy ez meg is történt, ugye 2-3 nap alatt, hétfőtől kezdődően leszűkítették csütörtök estére, hogy ez a testvérpár lehetett az. Van róluk is kép, majd most mindjárt átváltunk. Igen. Akik egyrészt olyan táskával mozoghattak, amiben elfért a robbanó eszköz, közel jutottak magához a helyszínhez, lehetett látni a mozgásukon, amikor mindenki menekült, hogy ők teljesen másként reagálnak, sokkal nyugodtabbak, mint azok, akik ott menekülnek. Van olyan képünk egyébként, amikor ezek a testvérek mozgásban vannak, igaz, hogy ki vannak merevítve, majd mindjárt ezt is nyilván be fogjuk mutatni. Nyilván egyébként a sajtónak első lépésben nem a mozgóképeket, tehát nem a filmeket adja ki az FBI, hiszen azokat még elemzik folyamatosan. De és pont nagyon érzékletes, kiválasztott kép van, ahol ez a két fiatal ember megy avval a táskával, remélem hamarosan így van, megtaláljuk és, ezt és is. Így van, hát itt is van, itt lehet látni. Itt jönnek, látja, és ott igen, itt merevítjük ki. Tehát ők most megérkeznek még csak a helyszínre, ugye? Így van, de mert amikor a beazonosítás megtörténik, ugye kapásból kiderül az, hogy ők testvérek. Automatikusan kérdés az, hogy a testvérek miért egymástól lemaradva mozognak. Bocsánatot kérek, ha most én, mint nyomozó vagyok, én honnan látom, hogy ez a két ember testvér? Mert az arcukat szoftverekkel elemzik, tehát erre megvannak a megfelelő eszközök, amelyek az azonosítást elvégzik, de ne gondolja azt, hogy csak ennek a két embernek az arcát és adatait ellenőrizték le. Ott, aki abban a tömegben állt, az a több száz ember, annak minden adatát garantálom, hogy szerda délelőtre vagy szerda estére az FBI pontosan tudta. Mindenkiről tudták, hogy ki van ott a tömegben. És hozzájuk kapcsolódóan tudták azt, hogy kik ők. Egyrészt azt is tudták, hogy ők testvérek, végigkövették a mozgásukat, látszódott az, hogy táskával jönnek, látszódik az, hogy ők hol helyezik el ezeket a táskákat, és miután megtörténik a robbanás, későbbi képeken egyébként, mondom, a CNN-en látszódott, pont a kisebbik fiú halálnyugodtan tűnik el, miközben mellette rémülten szaladgál. Hadd legyek az ördögügyvivő, csak tényleg még itt maradva ennél a képnél. Szóval miért ne jöhetne egy testvérpár is, akár egymástól, 2 méter távolságban lemaradva. Nézze, lehet. Miért ne jöhetnek? Jöhetnek, csak amikor végignézik az egész folyamatot, és amikor lehetséges támadókat keresnek, tehát ez egy kockázatanalízis, vagy egy értékelési analízis, vannak gyanús emberek, vannak gyanúsabbak, és vannak kifejezetten olyan terrorista gyanú személyek, akikre nagyon-nagyon komolyan rá kell mozogni. Én azt gondolom, hogy amikor ez a fajta ellenőrzés végigment, ezért adták ki a fiúk fényképét, mint gyanúsított, tehát nem nevezték akkor még őket konkrétan támadónak, és nyilván ez a mozgás, tehát ez a rendőrségi mozgás váltotta ki azt az éjszakai támadást, amikor is ugye az egyetemen lévő egyik rendőr, tehát egy egyetemi rendőrt a két fiú megtámadott, és lelőtték őket. Ilyen szempontból ez magáért beszélt, tehát kicsit ez olyan, mint amikor elkezdenek üldözni egy irányba valakit, és utána a tömegből más is elkezd szaladni. Tehát utána a rendőr fejébe automatikusan fölmerül a kérdés, hogy ez az ember miért kezdett el futni. Tehát itt is, hogyha itt minden rendben van, akkor ők miért támadták meg azt az egyetemi rendőrt. A későbbiekben ugye ők... Ez egy taktikai hiba volt a részükről, nem? A fiúk részéről. Nem, tehát hogy mondjam, persze egy taktikai hiba. De egy elkövetői oldalról azt tudni, hogy most rám ismert ez a rendőr, vagy csak rám nézett, ez hihetetlenül nehéz eldönteni. És én azt gondolom, hogy ők ezt érzékelték, hogy ő rájuk felfigyeltek, és ez automatikusan támadást váltott ki. Egyébként azóta napvilágot látott, hogy amikor ők egy autót szereztek, ugye egy taxisofőr vitte őket, a taxisofőr a hátsó beszélgetésből, tehát a hátsó ülésen lévő beszélgetésből leszűrte azt, hogy ők azok, tehát egyszerűen konkrétan a hétfői támadáshoz kapcsolódóan is beszéltek az ügyről.
És illetve a vasárnapi támadás kapcsán. És ha tudjuk, az amerikai taxik azért a plexivel leválasztódik, de azért van lehetőség, hogy halljam innentől én, kezdve, mint sofőr, hogy mit beszélnek. Innentől kezdve az a klasszikus ellenőrzési hármas, tehát hogy a helyszínen voltak és gyanúsan viselkedtek, lehettek ők a támadók. Amikor a fényképük napvilágot látott, ők nem együttműködtek a hatóságokkal, hanem támadtak. Majd ezt követően elmenekültek a helyszínről, és ezt követően volt egy tűzharc, amiben az egyik fiú, az idősebbik testvér megtámadta a rendőröket, bombákat dobott irányukba, és belehalt a tűzharcba. Innentől kezdve ez az egész ügyet úgymond bizonyítási szempontból eléggé gyorsan lezárta. Azt azért mondja már meg, amikor azt mondja, hogy szoftverek ellenőrzik a fényképeket, stb. Tehát, hogy most én találok egy ilyen fejet, akkor merre megyek az adatbázisba, vagy mit nézek meg, hogy mikor jött be Amerikába, mert akkor, amikor az ember bemegy Amerikába, akkor ide-oda lefényképezik, új lenyomat, stb. Ön semmit nem néz. Nem én, az FBI-os kolléga. Az FBI-os kolléga sem néz semmit. Tehát ezek abszolút automatizált szoftverrendszerek. Itt egy mesterséges intelligencia dolgozik. Tehát ezek... Benyomja a gombot, aztán kidobja, pontosan. Ki ez az ember. Ki az, aki gyanús lehet. Nyilvánvalóan itt pillanatok alatt kiderítették, hogy ők csecsen származásúak. Ez rögtön fölkeltette az FBI érdeklődését. Nemrégiben érkeztek az Egyesült Államokban, tehát az elmúlt egy évben. Nyilvánvalóan, hogy ők hol laknak, hol tartózkodnak az egyetemen, és nyilvánvalóan elindult egy ellenőrzési protokoll. Az most nagyon-nagyon érdekes, és hát remélem, hogy ilyen szempontból a kisebbik testvért élve tudják elfogni, hogy ténylegesen mögöttük valamilyen terrorszervezet áll, és ők egy terrorsejtként végrehajtották ezt a konkrét feladatot, igen. És ne adj Isten, van egy logisztikai hátterük, akik a bombát gyártották, a robbanóanyagot szállították, vagy ők magányos, idézőjelbe téve magányos elkövetők. Nyilvánvalóan ez a csecsen köztársaságnak sem mindegy, nyilván ezért is határolódtak el, hiszen Oroszország pillanatok alatt a terror ellenes küzdelmében használni fogja azt, hogy lám-lám a csecsenekkel az Egyesült Államokban is baj van, és ha két nagy hatalom egyezik meg a csecsen köztársaság kapcsán abban, hogy itt terroristák laknak, akkor ott a csecseneknek igen nagy problémái lesznek. Mennyi időt ad ennek az embernek? Én azt gondolom, hogy most a hétvégén ez biztos, hogy le fog záródni. Vagy öngyilkos lesz a fiú, vagy el tudják fogni a rendőrök, tűzharc lesz, és ott hal meg. Én nagyobb esélyt adok arra egyébként, hogy nem akar élve a rendőrök kezébe kerülni. Köszönöm szépen!